Lehet-e manipulálni az időjárást azért, hogy a klímaváltozást megfékezzük? Az Európai Bizottság konzultációt kezdett azért, hogy kiderüljön, felhasználható-e a fejlesztés alatt álló technológia a légkör lehűtésére. A geomérnökségről a Föld számos pontján vitáznak, és sokak szerint ez egy lehetséges jövőbeli válasz a klímaváltozásra. Ennek azonban globális hatása lesz, és komoly kockázatot jelent. És senki nem kísérletezhet a közös bolygónkon, mondta Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke. De mit is jelent a geomérnökség? A kutatók több módszeren is dolgoznak, melyekkel csökkenteni lehetne a légkör hőmérsékletét. Az egyik szerint repülőgépekről juttatnának aerozolt a légkörbe, ezek a részecskék pedig visszavernék a napfényt. Ehhez azonban a becslések szerint több ezer repülőgép munkájára lenne szükség éveken át. Egy másik elmélet szerint hajókról permetezett részecskékkel növelnék az alacsonyan szálló felhők fény visszaverő képességét a tengerek felett. A tudós társadalom egy jelentős része azonban szkeptikus az elméletet illetően. 450-en közülük nyílt levélben figyelmeztettek a kockázatokra. Nagyon nagy a bizonytalanság, hiszen a technológia végső eredményét csak akkor tudjuk majd meg, ha kipróbáltuk azt az egész bolygón. A bizonytalanságokat nem lehet laborkísérletekkel kizárni, és a kisebb mértékű kísérletek nem mutatják meg a teljes képet. Ez csak évek után derülhet ki, abban az esetben, ha az egész bolygón alkalmazzák a technológiát. A társadalomtudósok nagyon aggódnak a geopolitikai kockázatok miatt. Mi történik ugyanis akkor, ha egy ország egyedül belevág a kísérletbe, mondta Frank Biermann, az Utrechti Egyetem professzora. Jelenleg leginkább amerikai tudósok foglalkoznak a témával, az Európai Unió pedig azt szeretné, ha a legmagasabb nemzetközi szinten döntenének az ügy szabályozásáról.